Kedden elfogadta a parlament az alkotmányhoz benyújtott módosítókat, a Financial Times, a világ egyik legbefolyásosabb gazdasági napilapja viszont tegnap vezércikben javasolta az Európai Uniónak, hogy vonja meg Magyarország szavazati jogát, és akár pénzügyi szankciókat is foganatosítson. Kovács László volt uniós biztost, kérdezem, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ha a Financial Times egy ilyet ír vezércikben, akkor ezt mennyire kell komolyan venni? Tehát hiszen ez, ha úgy tetszik, egy újságírónak a véleménye is lehetne, akár aki Budapesten él, a magyar folyamatokban jobban benne van. Vagy ez egy szerkesztőségi vélemény ilyenkor, és következményei is lehetnek önmagával? Hát ez konkrétan egy szerkesztőségi cikk volt, amit nyilván a magyarországi tudósító is inspirált, de én a Financial Times ilyesfajta cikkeit nagyon komolyan venném a kormány helyébe, de hát a kormány ennél súlyosabb figyelmeztetéseket is figyelmen kívül hagy, sőt, esetleg ellenkezőjére fordítja. Hát érdemes emlékeztetni arra, hogy talán 3 nappal korábban, mint a Financial Times cikk megjelent, a Frankfurter Allgemeine Zeitung, ami német lap, de hasonló súlyú, mint a Financial Times, mondjuk nem kifejezetten gazdasági, ott a német kormány egyik fontos embere, a külügy második embere, a külügyi államminiszter figyelmeztette a magyar kormányt, hogy sorozatosan szembe megy az uniós értékrenddel, az uniós normákkal. Ugyan erről szólt, ez is az alkotmánymódosításnak sok, volt. Sok figyelmeztetés van, ami a diplomácia virágnyelvén kerül megfogalmazásra. Egyre kevésbé virágnyelven egyébként, mert ugye, amit az Európa Tanács elnöke Jagland mondott, és majd mindjárt erről is beszélünk, ugyanezekkel a módosításokkal kapcsolatban, az most már például sokkal egyértelműbben fogalmaz, és ugye azt mondja például, hogy úgy vélik, hogy olyasmit akarnak visszacsempészni az alaptörvénybe, amit már az alkotmánybíróság elkaszált, és így tovább. De szankciókról azért általában ilyenkor nincsen szó, az udvariasan nem emlegetik. Mennyire reális, amit a Financial Times vezércikke felvet? Tehát, hogy ennek egész konkrét és közeli következményei lehetnek. Két dolgot javasoltak, vagy vetett fel a Financial Times. Az egyik a politikai szankció, ez a szavazati jog megvonása a tanácsba, ami azt jelenti, hogy a kormány és államfők tanácsában, illetve a miniszteri tanácsokban Magyarországon nem lesz szavazati joga. Ez nagyon durva, tehát ilyen már nagyon régóta példa, nem volt. Nem volt példa rá, ugyanis ez a bizonyos 7. cikkeje a lisszaboni szerződésnek, amit már az Európai Parlamentben is felvetettek abban az emlékezetes vitán, ahol miniszterelnök úr úgy vélte, hogy ő kokikat meg sallereket osztogatott, közben ő kapta ezeket a kokikat és sallereket, csak úgy látszik, hogy ezt ő fordítva látta. Ott is felvetődött ez, de csak mint egy lehetőség, mert ez a lisszaboni szerződésbe jelent meg, előtte már a nizai szerződésbe is volt egy hasonló, és még korábban Amsterdamban, de az azért sokkal enyhébb formában, de ezt senkivel szemben nem alkalmazták. Ha Magyarország lesz az első, hát ez egy olyan elsőség, amire nem lehetünk büszkék, a legkevésbé se, hogy ezt a két szankciót, vagy a kettő valamelyikét bevezetik, mert a másik a pénzügyi, tehát hogy kohéziós pénzek, strukturális pénzek felfüggesztése, hát az meg Magyarországot egy olyan pillanatban, amikor nemhogy növekedés nincs, hanem csökkenés van a gazdaságban, amikor a külföldi befektetők nem befelé jönnek, hanem kifelé pontosan mennek. Pontosan ezt a logikát nagyon, írja a cikkben a Financial Times is, hogy éppen ezért, mert hogy gazdasági növekedés nincsen, a befektetők mennek. Orbán Viktornak pénzre van szüksége, itt lehet megzsarolni, ezért kell. Gyakorlatilag ezt írja a lap. Na de ez mennyire reális? Tehát először is a túlzott deficit eljáráshoz kapcsolódóan már gyakorlatilag az ablakban van a pénzünk. Ugye a magyar kormány nem győzi hangsúlyozni, hogy ki fogunk kerülni, mert ha fene-fenét eszik, is lehet, hogy újabb megszorításokkal, ezt kevésbé hangsúlyozzák, de erről van szó, el fogják érni a 3%-os hiánycélt. Tehát, hogy azért ez nem egy politikai szankció szokott lenni, hanem konkrétan gazdasági folyamatokhoz kötött lépés. Ezt a bizonyos 7. cikket pedig már tavaly is kilátásba helyezték, tavaly is írtak róla elemzők, újságírók, beszéltünk róla mi is sokat ebben a műsorban, és akkor is kiderült, hogy azért nincsen valódi akarat az Unióban arra, hogy ezt a tényleg nagyon durva lépést meg is tegyék. Én nem mondanám, hogy nincsen valódi akarat, hanem van még türelem, de ez a türelem, ez fogy. És fogy az olyan provokatív lépések miatt is, hogy azt a Matolcsy Györgyöt nevezi ki Orbán Viktor a jegybank élére, a jegybank, a Nemzeti Bank elnöki posztjára, akiről köztudott, hogy az egész gazdasági felfogása, a gondolkodása, ez az unortodoxnak nevezett gazdaságpolitika, ez a jegybanki függetlenséggel szembe megy, hát sokszor volt emiatt is konfliktus. Számít ez egyébként, hogy most Matolcsy György ott van-e valójában
fizikai valójában, vagy nem, hiszen úgy is értelmezhetjük ezt, hogy legalább nem gazdasági miniszter, ugye ennek is volt jelentősége a nemzetközi kapcsolatokban, és a különféle nemzetközi pénzügyi szervezetekkel való tárgyalásokban, hogy talán Varga Mihállyal könnyebben meg tudnak állapodni, most nem feltétlenül az IMF, de hát van még itt néhány fontos partner, viszont akárkit ültetne Orbán Viktor a Nemzeti Bank élére, az úgyis ugyanazt a pénzügyi gazdasági politikát segítené, akár Matolcsi Györgynek hívják, akár nem. Hát, hogyha mondjuk egy független, komoly, pénzügyi tekintélyes embert helyezne oda, ez ágába sincs lehet csinálni. Ez reálisan szerint, hogy Orbán Viktor kinevez valakit a jegybank élére, aki sajnos majd ellent nem. Mond neki? Hát sajnos nem, senkit nem. Hát nézze meg az Alkotmánybírósággal, mi történt most már több ízben. Ugye, hogy amikor olyan döntést hozott, ami ellentétes volt a kormány szándékával, akkor azonnal, ugye az első esetben talán órákon belül módosították úgy az alkotmányt, hogy az korlátozta az Alkotmánybíróság hatáskörét. Ugye, milyen kérdéseket nem vizsgálhat. Most meg megint ez történt, az Alkotmánybíróság ugye ezeket az átmeneti törvényeket, átmeneti szabályokat, ezeket megsemmisítette, erre mit csinálnak? Nem csak beteszik magába az alaptörvénybe, tehát ezzel fityiszt mutatnak finoman szólva az Alkotmánybíróságnak, de oly további korlátozásokat fogalmaztak meg a szövegbe, ami azt jelenti, hogy a fékek ellensúlyok rendszerének az egyik legfontosabb elemét, az Alkotmánybíróságot gyakorlatilag megbénították, és ez az Alkotmánybíróság, amelyben egyébként most már messze az ő embereik vannak többségben, akikben az elismeréssel mondom, úgy látszik a szakmai tisztesség, az alkotmányjog, és az alkotmányosság és a demokrácia iránti tisztesség erősebb, mint a függés Orbán Viktortól. Egyébként 9 évre vannak kinevezve, tehát tulajdonképpen ez a függés nem is annyira veszélyes. Szembe mertek menni, meg is kapták a magukét, így, hogy az intézmény hatáskörét csökkentették, és ez az, ami borzasztóan irritálja az európai politikusokat, mert azt mondják, hogy ne várjon Magyarország az Európai Uniótól támogatást, mikor sorozatosan, tudatosan és provokatív módon megsérti a normáit. Tudja, hát mi a baj? Hogy Orbán Viktor, aki szenvedélyes futballista és futballrajongó, nem tud különbséget tenni a futball és a politika között. A futballban győzni kell, a politikában nem győzni kell, hanem észszerűen kell dolgozni. Lehet, hogy ön ezek szerint nem olvas Fidesz közleményeket, de Rogán Antal és Gulyás Gergely merőben másképp látja ezt a kérdést, és szerintük ők nem harcolnak, hanem hogy éppen együttműködnek az Alkotmánybírósággal. Ezt fel is olvasom egyébként, mert szép a megfogalmazás is. Tehát a valóság mindazzal szemben, amit most ön is elmondott az előbb, szerintük az, hogy az Alkotmánybíróság az átmeneti rendelkezéseket formai okokból semmisítette meg, és kifejezetten azt a feladatot adta az országgyűlésnek, hogy valamennyi alkotmányos szabályt az alaptörvénynek kell tartalmaznia, így az országgyűlés köteles belefoglalni a megsemmisített átmeneti rendelkezéseket az alaptörvénybe. Ezért a jelenlegi módosítás nem csupán nem ellentétes az Alkotmánybíróság döntésével, hanem éppen annak végrehajtását szolgálja. Na, ezt hívják szómágiának. Amikor kicsavarnak értelmezéseket, ugye az Alkotmánybíróság nem azt mondta, hogy ezeket a megsemmisítetteket kell bevenni az alkotmányba, hanem általában mondta, hogy az átmeneti rendelkezéseknek az alkotmányban van a helyük, ha ezt komolyan gondolják. Na most ezt így kicsavarni, ezt tudja milyen, mint mikor Orbán Viktor ugye azt mondta a brüsszeli csúcs után, hogy mi kaptuk a második legtöbb támogatást Litvánia után. Tehát mi tárgyaltunk a legjobban, most már értékelik azt, hogy Magyarország kiáll önmagáért. Tudja, mitől függ az Unióban a támogatás nagysága? Hogy mennyire rászorult az ország a felzárkózás miatt, és ezért az, hogy Litvánia mögött a második legjobbak vagyunk, Orbán Viktor szerint, az azt jelenti, hogy a magyar gazdaság teljesítménye a litván gazdaság után a második legrosszabb. Ugye annak idején, amikor Szlovénia és Csehország a csatlakozáskor kevesebb pénzhez jutott, mint Magyarország, nem azért volt, mert Magyarország jobban tárgyalt, hanem azért volt, mert Szlovénia és Csehország, a két legfejlettebb egykori szovjet blokkország kevesebbre volt rászorulva. Tehát ez pont egy fordított logika, na így játszik a Fidesz, és hát sajnos a választók egy része ezt még a mai napig is beveszi, elhiszi. Az Európa Tanács elnöke azt kéri a magyar kormánytól, hogy halasszák el ezt a döntést az alkotmánymódosítással kapcsolatban, legalább addig, amíg a Velencei Bizottság meg
nem tudja vizsgálni. A nyilatkozatokból ítélve valószínűleg nem fogják elhalasztani, nem tudom, hogy ön mást olvas-e ki ezekből a nyilatkozatokból. Milyen következő lépést tehet ilyenkor Jagland és az Európa Tanács? Most ugye még visszatérve az előbbre, erre is mit mondott Rogán Antal, hogy Jagland véleménye félreértésen alapszik. Ugye őket mindig mindenki félreérti, szegényeket, az egész világ félreérti őket, és ez a félreértésen alapuló vélemény, ez egy előzetes ítélkezés. Tehát Jagland már ítéletet mondott, még mielőtt a parlament elfogadta volna. Jagland nem ítéletet mondott, kért. Azt kérte, vagy azt javasolta, hogy várjanak vele, míg éppen azért, hogy ne elhamarkodottan mondjon véleményt a Velencei Bizottság, adjanak időt a Velencei Bizottságnak, amelyre egyébként azt mondja Rogán Antal, hogy természetes, hogy figyeli és vizsgálja, adjanak időt erre a vizsgálatra, ne csinálják azt, hogy elfogadják, és akkor utána már kész tények elé állítják. Hát mondjuk abban valóban van véleménytartalom, hogyha azt mondja Jagland, hogy a módosítás azt a benyomást kelti, hogy a kormány az Alkotmánybíróság felülvizsgálására kívánja felhasználni a kétharmados parlamenti többséget, és ez veszélyezteti a fékek és ellensúlyok demokratikus alapelvét. Ezt mondta azt a benyomást kelti, de hát az a vélemény, hogy azt a benyomást kelti. Valamint azt is mondta, hogy szerinte a magyar kormány újra be akarja vezetni azokat az átmeneti intézkedéseket, amelyeket az Alkotmánybíróság már megsemmisített. Hát pontosan ez történik, ez nem csak benyomás, ő udvariasan fogalmaz. Jagland a múltkor Póró járt, mert a főtitkár úr ügynyilatkozott, azt hiszem egy Navracsis Tiborral történt találkozó után, hogy ha ezeket az ígéreteket a magyar kormány betartja, amelyeket ő most hallott, akkor jó irányba haladnak a dolgok Magyarországon. Ezt a magyar kormánypárti sajtó már úgy fordította le, hogy jó irányba haladnak a dolgok Magyarországon. Nem csak a magyar kormánypárti sajtó, egyébként az egész magyar sajtót bejárta az a hír, hogy az Európa Tanács elnöke megfogalmazta, hogy szép eredményeket értek el a magyar kormánnyal való együttműködés, és megfelelő irányba haladnak a folyamatok. A pontos megfogalmazás úgy szólt, hogy ez egy jó irány, ha betartják az ígéreteket. No de most már nyilván Jaglandot is emlékeztette valaki arra, hogy volt tavaly áprilisban egy keddi nap, amikor Orbán Viktor Barroso elnök szobájába azt mondta, hogy mindent megváltoztatunk a jegybank törvényen, ami kell a tárgyalások beindításához. Szerdán ezt Barroso bejelentette a bizottság ülésén, a bizottság lelkesen üdvözölte, és azt mondta, hogy indulhatnak végre a hiteltárgyalások, amire egyik héten volt szükség, másik héten nem volt szükség. És pénteken ugyanez az Orbán Viktor bemegy a Kossuth Rádióba, és azt mondja, hogy semmit nem változtatunk meg, semmit nem módosítunk. És ez egy óra múlva Barroso asztalán volt, ez a nyilatkozat. Viszont amire a legutóbbi pozitív megnyilvánulás vonatkozott, az például a médiaszabályozás kérdése volt, amelyben valóban a kormány tett bizonyos változásokat, és valóban erre mondta azt az Európa Tanács főtitkára, hogy ez szerinte rendben van. És ezt nagyon sokan megkérdőjelezték. Legutóbb például a Human Rights Watch nevű emberjogi szervezet vádolta azzal az Európa Tanácsot, hogy nem tette meg a megfelelő lépéseket, és nem szorította rá kellőképpen a magyar kormányt, hogy érdemi változtatásokat tegyen, de ők ezt tényleg elismerték, ez nem csak a kormánypárti sajtó. Ugye, ami ezt az egész párbeszédet, ezt az egyeztetési folyamatot nehezíti az Európai Unió részéről, az európai politikusok részéről, és mondom ezt olyan emberként, aki 5 évig együtt dolgozott velük Brüsszelbe, hogy ők nem értik azt, hogy ami Európában a sok évtizedes demokráciákban teljesen természetes, és nem kell szabályozni, az Magyarországon egyáltalán nem természetes, és itt szabályozni kell. Tehát egy sor dolgot föl tudnék sorolni, hogy sehol nincs az leírva, hogy a média hatóság és a média tanács emberei nem lehetnek egy kormánypárti oldal képviselői kizárólag, mert ilyen eszébe se jut egyik országban sem. Igen, bár, és ez valóban egy elég durva gesztus, de valljuk be, hogy a végeredmény szempontjából nem biztos, hogy sokat számítana, hogyha lenne ott egy vagy két ellenzék által delegált ember, akit folyamatosan leszavaznának. Igen, de még ez azt mutatja, hogy a látszatra is fütyülnek, és az se érdekli őket. Hát Orbán Viktor számtalanszor mondja, hogy mennyivel demokratikusabb a mi rendszerünk, mondjuk média vezetők, a közszolgálati média vezetőinek a kinevezésébe, mert nálunk ezt ugye
testületi döntések alapozzák meg, és nem egy ember, míg mondjuk Angliában, ahol ön dolgozott a BBC-nél, ugye pontosan tudja, hogy ott egy miniszter kezébe vannak ezek a döntések. De ilyenkor nem az a lényeg, hogy ki nevez ki, hanem hogy kit nevez ki, ez a dolog lényege, és nálunk ez abszolút egyoldalú, és ez mutatja, hogy a demokrácia egyik alapvető vonása, amire Hillary Clinton itt Magyarországon nyomatékosan beszélt, ez a fékek ellensúlyok rendszere, ez Magyarországon abszolút nem érvényesül, vagy csak a legminimálisabb szinten érvényesül. Ez az alapvető probléma. Köszönöm szépen a beszélgetést.